Sándorfalvi Sándor a korszakos festőművész 2010 óta nincs köztünk. A Pelikán galériában születésének 110. évfordulóján emlékkiállítással tisztelegtek a fehérvári alkotó, a Székesfehérvári Művészek Társaságának egyik alapítója emléke előtt. Sándorfalvi Sándor 1914-ben született Pencen és 1953-tól élt Székesfehérváron. Nyugdíjazásáig a városi közigazgatás tisztségviselője volt, eközben évtizedeken át kitartó önképzéssel, szabadiskolák tagjaként sajátította el a festészet tanulható részét. Így vált idővel a tanítványból mestereivel Áron Nagy Lajossal, Pallai Józseffel, Ballagó Imrével, M. Tóth Istvánnal együtt kiállító művésszé. Fehérvári Művészek Társaságának a közös műtermébe maradt egy mappa. Egy anyag körülbelül 70-80 akvarellel. Tehát és ezek nem voltak kiállítva Sanyi bácsi halála óta, szerintem előtte sem nagyon. És ez, hogy megtaláltuk ezt a mappát, ahogy rendeztük a műtermet, indította el azt a gondolatot, hogy kellene egy olyan kiállítást csinálni, ahol szerepelnek ezek az akvarellek. A tárlat látogatói megtapasztalhatták, hogy az alkotó tudatosan választotta a stílusát, miszerint bizonyos színharmóniák megtartása mellett még kifejezőbb is lehet egy alkotás, mint a tényleges képi forma hűség esetén. Ide még rendeztünk festményeket is, rendes olajképeket gyűjtőktől, akkor a Városházából, akkor a Fehérvári Művészek Társaságától, a Vörösmarty Társaságtól, mindenhonnan egy kevés képet szereztünk, hogy lássák azt az anyagot is, ahogy olajképekkel, sőt az ő sajátos festészeti technikájával dolgozva, miként festett úgy is. A kiállított alkotások megerősítették a művész egy valaha volt gondolatának jelenkori igazságát. Érdekelnek a szeretettel foglalkozó témák, a természet, a vizestájak, az erdők, a Balaton, a Duna. Szeretem a békességet, a nyugalmat, a csöndet. Remélem, mindezt boldogságot árasztó színeimmel is visszaadom.